Napot kívánok önnek, tisztelettel köszöntöm a rendkívüli testületülésre megjelent valamennyi képviselőt, szakértőket, illetve az érdeklődőket. Megállapítom, hogy a testületülés határidőt képes. Mindenki jelen van. Köszönöm a képviselőknek, hogy elmondták, hogy a rendkívüli testületülésen is részt vesznek. A napirendi pontok megtárgyalása előtt megadom a szót Palotinus Pál úrnak, a helyi választási bizottság elnökének, hogy tájékoztassa a képviselőket a testület összetételében bekövetkezett változások. Köszönöm a szót! Tisztelt polgármester úr, jegyzőasszony, képviselő hölgyek és urak, szakértők, érdeklődők! Békisváros önkormányzata képviselő testülete a 64/2015 számú határozatában Szalai László önkormányzati képviselő képviselői megbízatását méltatlanság miatt megszüntette. Szalai László Békisváros önkormányzata képviselő testületében betöltött önkormányzati képviselői megbízatása a méltatlanság megállapításával megszűnt a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által hozott jogerős jegyzés alapján. A Magyar Szocialista Párt békésvárosi szervezete Békésen 2015. október 30-án kelt, a Választási Bizottsághoz intézett levelében bejelentette, hogy dr. Gosztolya Ferencet delegálja Békésváros önkormányzata képviselő testületébe önkormányzati képviselőnek. A Választási Bizottság a döntést tudomásul vette, és a jogszabályi rendelkezések szerint, amely kimondja, hogy a konfederációs listáról megválasztott képviselő, ha kiesik, helyére az eredetileg bejelentett listáról a jelölő szervezet által bejelentett jelölt lép. Eszerint a helyi választási bizottság 2015. november 11 napján megtartott ülésén döntött arról, hogy a megüresedett mandátumot dr. Gosztolya Ferenc a Magyar Szocialista Párt jelölőszervezet képviselőjelöltjének adja ki. A határozat ellen fellebbezést nem nyújtottak be, így a döntés jogerős. Gratulálok a megválasztott és jelölt képviselőnek, munkájához jó egészséget, sok sikert kívánok! Kérem dr. Gosztolya Ferenc úr, hogy fáradjon ki az esti tételre, az esti idejére kérnek szépen. Kérem, mondja utána az esti szöveg. Én dr. Gosztolya Ferenc. Becsületemre és lelki ismeretemre fogadom. Becsületemre és lelki ismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Békésváros fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom meggyőződése szerint Isten engem úgy segéljen. Köszönöm. Egyszer gratulálok, és a megbízolára részeredném átadni. Munkájához jó, sok sikert és jó egészséget. Gratulálok, én is jönnök ezt mindenek. Köszönöm. Foglalják el. Tisztelt képviselő testület, akkor folytatjuk tovább a munkát. Dr. Gosztolya Ferenc most már teljesen új képviselőként vesz részt a testület munkájában. Ezúttal
és tisztelettel köszöntöm közöttünk, és tudom abban, hogy együttműködésünk gyümölcsöző lesz, és a városra vár tudja szolgálni, hogy eddig is mindig az volt. Jó munkát kívánok, jó helyet, egészséget, a tevékenységet. Az imént megállapításra került már, hogy a képviselőtestület határozatképes, mindenki jelen van, most már teljes joggal is. Javaslatot teszek a napirend előterjesztésére. Javaslom új napirendi pontként felvenni a meghívóban nem szereplő 4/4-es országunk Békésváros önkormányzat képviselőtestülete 404/2015 10. hó 1. határozatának hatályon kívül helyezése tárgyú előterjesztést. Javaslom, hogy a napirendi pontokat a kipostázott meghívó szerinti sorrendben tárgyaljuk meg. Az elhangzottak szerint kérem, hogy a napirendet fogadjuk el, kézfeltartással jelezzük. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta a napirendet. Akkor rátérünk a napirendet tárgyalására. Napirend előtti kér szót, Mucsi András. Nem. Egyes számú napirend. Ja? Jó. Akkor a 4/1-es számú napirendként tárgyaljuk önkormányzati képviselő bizottsági tagok megválasztása. Most adom meg a szót Mucsi Andrásnak, hogy mirendi bizottság vezetőjének. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Az ügyrendi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és egyhangú igennel javasolja az elfogadását. Az előterjesztés tartalma arról szól, hogy Dr. Gosztolya Ferenc az ügyrendi bizottságnak lesz tagja, mint képviselő, és Deákné Domokos Jürgen a képviselő asszony pedig a pénzügyi bizottságban folytatja a munkáját. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nincs jelentkező, akkor javaslom, hogy e szerint fogadjuk el. 4/1-es határozatunkat a kézfeltartással jelezzük. Köszönöm szépen, elfogadásra került. 4/2-es sorszámmal körzet határok véleményezése. Oktatási és kulturális és sportbizottság tárgyalta. Gyáknyi Domonkos Júlia bizottságban is érnek a Domonkos szót. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt polgármester, tisztelt képviselő. A Oktatási, Kulturális és Sportbizottság megtárgyalta az anyagot. Az anyag nagyon rövid, terjedelmi, de nagyon egyértelmű. Egyetlen állami fenntartású intézmény, oktatási nevelési intézmény, az Dr. Hegytelenek Általános Iskola ennek a felvételi körzethatárára vonatkozóan határozott javaslat született, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság hangulat támogatta. Köszönöm. Köszönöm szépen. Dr. Gosztolya Ferencnek adom meg a szót. Előzetesen jelzem, hogy természetesen az előterjesztéssel egyetértek. Ez az iskolánk a 2000-es vagy tehát a 90-es rendszerváltáskor önkormányzati irányítás alatt volt, és utána is volt 20 éven keresztül. A mi felelősségünk volt annak működtetése, sikeres működtetése. Az, hogy a jelenlegi államszervezésben más irányítás alá került, tényként kell elfogadnunk, és erről megvan mindenkinek a véleménye, de nem ehhez a testületüléshez tartozik. Az a meglátásom, hogy ez az iskola más irányítás alatt is változatlanul a mi iskolánk. Diákjai a mi gyermekeink, a mi unokáink, tanárai a mi tanáraink, és a képviselő testület tagjai közé a város lakossága az iskola igazgatóját is beválasztotta. Szeretném bejelenteni, hogy lemondok az idei novemberi, decemberi képviselői tiszteletdíjamról. Nagyon nagy örömmel nyugtáznám, ha a képviselő testület az iskola diákjai alapítványa céljára juttatna támogatást a felszabaduló költségvetési pénzeszköz terhére. Köszönöm. Köszönjük szépen, képviselő úr, a hozzászólást, a lemondást is. Ami a hozzáfűzött kommentárt illeti, erről a következő testületülésen fogunk majd dönteni.
a lemondásról. Köszönöm szépen, kérem, hogy szavazzuk meg akkor a előterjesztést. Köszönöm szépen, egy hangulag elfogadtuk. Szintjel 3-os közétkeztetés versenyeztetése. Az elmúlt testületülésen határoztunk arról, hogy melyik közétkeztetés ellátására közbeszerzést írunk ki. Ennek a közbeszerzésnek az előkészítésével bízta meg a képviselőtestület a polgármester. Most ezzel kapcsolatban találom az anyagot. Pénzügyi bizottság tárgyalta. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselő. Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, és egy hangulag javasolja elfogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ahogyan elhangzott magáról a vállalkozásról történő kiadásról az előző képviselőtestületi döntés határozott. Annak a munkájában én nem vettem részt, nem tudom ezeket az indokokat, amelyek az akkori döntés mellett szóltak. Én a magam részéről nem igazán látom, hogy mi szükség van arra, hogy a vállalkozási formában történjen az üzemeltetés, mindazonáltal tudomásul veszem a döntést, amelynek folyamánya a jelenlegi előterjesztés. Köszönöm szépen. Amelyben nincs több hozzászólás, kérem, hogy szavazzuk meg az előterjesztést, kérem szavazzunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 igen szavazat, tartózkodott, 3 tartózkodással elfogadásra került. A 4x4-es sorszámú előterjesztés következik, amelyet az Ügyrendi és Lakásügyi Bizottság tárgyalt. Megkérem a bizottság vezetőjét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása ehhez az előterjesztéshez, attól szépen is képviselünk. Az ügyrendi bizottság ülésén már elmondtam azon véleményemet, hogy nem látok különbséget abban, hogy a megválasztott képviselőnek vajon az adóhatóság fele, mármint az állami adóhatóság fele van-e köztartozása, vagy az önkormányzati adóhatósággal szemben van-e köztartozása. A törvény köztartozásról szól, ez ad alapot a képviselőtestületnek arra, hogy megszüntesse a képviselői jogviszonyt. Ezt már februárban hozott határozatával a képviselőtestület megtette, aztán mikor augusztus végén ezt a döntést megismételte. Álláspontom szerint az indok azonos, lehet a részleteken jogászkodni, bár nekem ez a szakmám, de én most ezt nem tenni. Elegendőnek tartom azt, hogy utaljak arra, hogy az önkormányzati törvény azt mondja, hogy azonos indok alapján, tehát lényegében azonos helyzet alapján nem lehet kétszer, vagy többször is a képviselőt kizárni. Erre megfelelő eljárásrendet is előír, hogy ezt megtartották ebben az esetben, vagy nem. Nem tudom, feltételezésem, hogy igen. Maga a döntés azonban téves. Nem véletlenül van, indult két per, lényegében ugyanabban az ügyben, a bíróság előtt. Az egyik ugye most már lezárult, a másik még jelenleg folyamatban van. Várja a bíróság az önkormányzatnak a döntését. Én úgy gondolom, hogy a törvény arról szól, hogy a képviselőt ne zaklassák ilyen jellegű ügyekkel. Tehát ne lehessen azt megtenni, hogy akár hetente ilyen vagy olyan lényegében mondva csinált, vagy azonos okkal a képviselőt megpróbálják kizárni a képviselőtestületből, akkor lényegében bírósághoz kényszerítik, és arról nem is akarok beszélni, hogy az ilyen alaptalan kizárások rendkívüli módon tudnak rontani a képviselőtestület megítélését. Én úgy gondolom, hogy a jogszabályokat
nem bosszúállás jelleggel kell alkalmazni. Nem vagyok bíróság, nem vagyok hivatott abban, hogy ebben a dologban olyan véleményt mondjak. Ezzel a döntéssel kénytelen vagyok egyetérteni, mert egy véleményem szerint téves és megalapozatlan, valamint jogszabálysértő döntés visszavonására kerül sor. Jobb későn, mint soha. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Polgármester úr, tisztelt testület, tehát jól értelmezem most, hogy a képviselő úr, hogy hibásan hoztunk határozatot? Tehát nem. Akkor az a határozatunk, az törvényben nem volt? Nem. Hogy annyira meg akartuk fosztani Szalai képviselőt a mandátumát, hogy még egyszer elindítottunk egy eljárás törvénytelenül? Ezeket csak a kérdéseket a Kosztolya képviselőre által elmondottakból gondoljon ki. Tehát mert nekem most ez így tűnik. Ugye volt egy elindított ügy, ami februárban kezdődött, és ugye ha nem áll fönn újabb információ, amely befolyásolhatja az ügy kimenetelét, akkor nem lehet még egy ügyet elindítani ugyanabban a témakörben. Jól értelmeztem, képviselő? Én nem is csak a saját véleményemet mondtam, bármelyik kollégát itt az önkormányzat hivatalától, bocsánat, a jelzőasszonyt, ha megkérdezzük, pontosan tudja idézni a jogszabályt. Természetesen azért vannak a jogászok, meg ezek szerint azért vannak a képviselőtestületek is, hogy mondhassák és csűrjék, meg csavarják a jogszabályokat, hogy ez nem ezt kell rajta érteni, ez nem így van. Ez amire mi most hivatkozunk, ez egy másik indok. Azt tudni kell, hogy a mi szakmánk van. Nem lehet mindent betűről betűre leírni, az élet tágabb. Nem véletlen, hogy úgy fogalmaz a törvény, hogy köztartozása ne legyen. Köztartozás igen, az APEC fele, köztartozás a város fele. Egyik sem megengedhető egy képviselő részére, a jogszabály céljaival egyet kell, hogy értsünk, azt nincs is jogunk megvitatni. Én nekem az a meglátásom, hogy akár ilyen köztartozás, akár olyan köztartozás, egy kutya, és kész. És ugye akinek ilyen köztartozása van, az méltatlanná válik a képviselőségre. Csak szeretném elmondani, hogy egy foci csapatból is csak egyszer lehet kiállítani egy játékost. Ennyi, hétköznapi nyelvre lefordítva. Jó, akkor itt a többen jelentkeznek, először jegyzőasszonynak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, én csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az október 1-i képviselőtestületi döntést több ügyrendi bizottsági ülés megelőzte, illetve az a döntés, ha már ugye a volt képviselő nem fordult volna újabb a bírósághoz, már az ugye jogerős lenne, illetve továbbra is azt tudom mondani, hogy a kormányhivatalhoz minden képviselőtestületi döntés már fejlesztésre került. Nem jogszabálysértően hozta meg véleményem szerint a képviselőtestület döntést, nem terjesztettük volna a képviselőtestület elé döntése az előterjesztés, hogyha jogszabálysértő döntést tartunk volna a képviselőkkel meghozatni, itt a hivatali apparátus részéről ezt tudom elmondani. Úgyhogy nem jogszabálysértő a döntés, azért fogjuk hatályon kívül helyezni, mivel időközben megszületett jogerős bírósági döntés az előző ügyben. Úgyhogy sem a kormányhivatal részéről nem volt ezzel kapcsolatosan egyetlen egy észrevétel sem, az egész eljárás során sem. Úgyhogy én kérem képviselőtestületet, hogy így ezt napján fogadja el. Igen, lehet, hogy nem egy a véleményünk, mint ahogy Gosztolya képviselő úrral sem, a Szalai képviselő úrral sem voltunk egy véleményen. Úgyhogy ennyit tudok hozzáfűzni. Köszönöm szépen, még akkor Gosztolya képviselő úrnak adnám meg, aztán harmadik felszólalás. Nem vitattam és nem is vitatom. Azt, hogy a hivatal a lehető legnagyobb körültekintéssel igyekezett eljárni ebben az ügyben. Változatlan fenntartom a véleményet, mert azonban az, hogy egy folyamatban lévő peres eljárásban is lévő ügyben semmi nemű szükség nem volt arra, hogy ezt a második határozatot az önkormányzat meghozza. Semmi haszon nem volt ebből, sem a választópolgároknak, sem a képviselőtestületnek a javára. Meg kellett volna várni annak az eljárásnak a végét, és hogyha fennáll új indok, akkor újat indítani. De most az, hogy egy bírósági belül kettőt generáljuk, egy ügyből kettőt generáljuk, kétszeresen, hogy úgy mondjam,
próbáljuk meg a városi közvéleménynek elmagyarázni, hogy a képviselő úrnak adótartozása van, ez teljesen indokolatlan, ez csak politikai motívumok indokolhatták a képviselőtestet részéről. Hangsúlyozom, hogy nem a hivatalról beszélek. Én csak annyit szeretnék ezzel a dologgal kapcsolatban mondani, hogy a jogerős bírósági ítélet megszületett, de attól függetlenül a bíróság az tovább dolgozik, tehát az, attól még ez az ügy, ez a második ügy nem zárul le. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az előterjesztés az indokolt. Én nem gondolom, hogy az előző testületi ülésnek a döntése az jogszabálysértő lenne, egyébként képviselő úrnak szerintem a hivatal nagyon szívesen átadja azokat az ügyeleti bizottsági előterjesztéseket, amiket aztán a képviselőtestület is megtárgyal. Tehát én úgy gondolom, hogy jogszabályszerűen jártunk el, a képviselőknek is be kell tartani a törvényt, igen. És nagyon nem tartom szerencsésnek azt, hogyha a választópolgárok fele pedig egyfajta olyan kommunikáció megy bizonyos politikai erők részéről, hogy bosszú, meg azért, mert az igazmondó képviselő rámutatott bizonyos dolgokra, ezért aztán szegény képviselők megfosztják a mandátumától. Tehát ez undorító. Az, hogy valaki kerül egy nagyon nehéz helyzetbe, emberileg én sajnálom azt, hogyha valaki olyan helyzetbe kerül, hogy bármilyen ok miatt pénzügyileg megszorul, és tartozása keletkezik, mert nem feltételezi, hogy senki, hogy szándékosan átfennáll az állapot, hanem ahogy ő maga is kommentálta, emberileg, tehát egy nehéz helyzetbe került. Ettől függetlenül nem tartom szerencsésnek, hogyha azt kommunikáljuk, hogy politikai bosszúról lenne szó, az, hogyha valakinek a jogszabályoknak a betartását megköveteljük, illetve a képviselőnek három napon belül az MÜTV alapján képviselő, aki pontosan nagyon jól ismeri minden képviselő az MÜTV-t, hogyha egy köztartozása fennáll, három napot ad a törvény arra, hogy ő maga bejelentse. Nem mi nyomozunk azután, hogy van-e tartozása, vagy nincs, nyilatkoztatjuk, és akkor nem nyilatkozik, hanem magának a képviselőnek kell nyilatkoznia, és én ezt nagyon szerencsétlennek tartom, hogyha egy ilyen jogi kérdést politikai bosszúnak állítunk be. Köszönöm szépen. Szerintem Beátának adnám meg a szót, aki szakértő ebben a kérdésben. Én is benne szeretnék mondani, hogy nincs itt előttem az MÜTV, de az biztos, hogy a bíróságnak a felülbírálati kérelem elbírálására 30 napja lett volna. Hogyha meghozta volna a februári döntést követő 30 napon belül, akkor valószínű, hogy nem kellett volna a második döntést is meghozni a képviselőtestületnek. De mivel a bíróság nem hozta meg ezt a döntést, és új körülmény felmerült, és azt mondja az MÜTV, hogy új tény vagy új körülmény. Nagyon sokat olvastunk ezzel kapcsolatban, akár hogyha az utcáról valaki bejelentést tesz, hogy ennek is ennek a képviselőnek van tartozása, azt a képviselőtestületnek haladéktalanul, illetve a bizottság fele haladéktalanul továbbítani kell, tehát eljárási kötelezettsége volt a képviselőtestületnek. Nem volt jogerős még a testület, a szalai képviselő úrnak a képviselői jogi viszonyának a megszüntetése, akár hozhatta volna is a bíróság, ha úgy ítéli meg, hogy jogszabálysértő volt az első döntés, akkor ő hatályon kívül helyezi, és a második döntés alapján a testület megszünteti, és utána indulhatott volna felülvizsgálat. Tehát én úgy gondolom, hogy nem volt jogszabálysértő a második döntésünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gondolom mindenki elmondta ebben a kérdésben a véleményét. Kérem szépen, hogy szavazzunk a határozati javaslatról. Kérem szavazzunk. A jelenlévők egyhangúan elfogadták a határozati javaslatot. Másnapi rendi pontok, bejelentések. Én magam részéről annyit szeretnék bejelenteni a következő testületi ülés december 2-án lesz. Ez egy szerdai nap, azért mert eltér egy kicsit a szokásos menetrendben, amelyet csütörtökön tudunk tartani. Akkor lesz. Előtte a bizottság ülésekről majd a képviselők időben értesítést kapunk. Kinek van még a jelentése? Balázs László. Köszönöm a szót. A kérdés bizottság határozati javaslatát szeretném a képviselőtestület felett tolmácsolni. A kérdés bizottság két határozatot javasol a képviselőtestület felé elfogadásra. Pénzügyi bizottság javasolja a képviselőtestületnek, hogy Izsó Gábor polgármester úr részére az önkormányzat stabil működtetéséért, valamint lelkiismeretes munkája elismeréseként
szó 1 millió forint összegű jutalmat állapítson meg. Önkormányzat 2015 évében betervezett személyi jellegű kiadások megtakarítása terhére. Továbbá javasolja a pénzügybizottság dr. Pálmai Tamás alpolgármester részére munkája elismeréseként bruttó 350 ezer forint összegű jutalmat állapítson meg az önkormányzat 2015 évben betervezett személyi jellegű kiadások megtakarításának terhére. Ezt a két határozó javaslatot a pénzügybizottság egyhangulóan javasolják a testületnek. Köszönöm szépen, mivel az első határozat javaslat személyemet érinti, bejelentem a személyes érintettségemet, és átadom az ülésvezetést dr. Pálmai Tamás alpolgármesterünknek. Én megkérdem, hogy a testületnek kérem a véleményét, hogy kizárja a Józsó Gábor polgármestert a szavazásból, kérem szavazni. Mit javasolsz? Azt javaslom, hogy ne zárjuk ki a szavazásból, tehát aki igennel szavaz, akkor kizárja, aki nem, meg nem. Tehát kizárjuk-e Józsó Gábort a szavazásból, kérdezem. Aki tessék? Aki igennel szavaz, azt kizárja. Kérem, szavazzunk. Igen. Szavazzunk. Igen, nem szavazzunk. Szavazzunk. Úgy viszont bejelentem, hogy nem kívánok a szavazásba részt venni, úgyhogy nincs megyek, amíg ezt meg kérdezik. Egy pici kérdés, mert nem hangzott el. Felteszem, hogy megvan hozzá a pénz a költségvetésben, de ezt a bizottsági elnöknek itt állítunk el kell mondania. A költségvetésben ez a pénz rendelkezésre áll. És nem okoz hiányt. Hát azért olvastam fel a forrás, hogy a megtakarítások terhére. Köszönöm. Hát hozzátettem a forrás is. Akkor most megállapítottam, hogy a jelen pillanatban jelenlevő száma 10 fő, és akkor kérem, hogy szavazzuk meg a határozatot. A kizárás szavazatot. Igen, mert senki nem szavazott el, meg neki már. Jó, akkor a kizárás már fejezzük be, hogy belebonyolódtunk. Nem szavazott senki, akkor kiszavaz, nemmel kitartózkodik. 10 nemmel, akkor nem zártuk ki a szavazásból, ennek ellenére a polgármester úr nem hagyott részt venni, 10-en maradtunk, és akkor kérem, hogy mit 10-en szavazzunk arról, amit Balázs Zsuzsi határozatként előterjesztett. Kérem, szavazzunk. Megállapítom, hogy 10 szavazással elfogadásra került a Balázs László bizottsági elnök úr által előterjesztett határozat. És polgármester úrnak, akkor csalogassuk vissza. Polgármester úr, visszajött nekinek, örömmel vissza is adom a szót. Köszönöm szépen. Így folytatjuk. Átteszem az ügyvezetését, és megkérdezem, hogy... És én bejelentem a személyes érintettséget. Akkor most írja szavazat, kérdjék. Igen, de alkoholmesterek közelnek a szavazásról. Jó, tehát akkor aki az, javasolja, hogy az alkoholmesterről zárjuk ki a szavazásból, az kész fel, mert is jelezze. Nem? Akkor nem zárjuk ki az alkoholmesterről. Nem, mert kiszavaz, mindenki. Köszönöm szépen, akkor nem tártunk ki, Tamás. Jó, nem megyek ki, de nem szavaznék akkor. Kikapcsolta a szavazat. Már túlzott szerénység volt. Igen. Tehát akkor ismertetném a határozó javaslatot, de köszönöm. Pálmai Tamás alpolgármester részére munkájára ismeréseként bruttó 350 ezer forint összegű jutalmat állapít meg. Az önkormányzat 2015 évben betervezett személyi jellegű kiadások megtakarítása terhére. Van-e valakinek hozzáfűzni valója? Forrás megvan jelölve. Nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület egyhangulóan elfogadta. Van egy évben jelentett.
Nincs. Akkor a testesülésben.